Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntelek az Úr Jézus nevében mindannyiótokat. És hát szóljon ez a taps az Úrnak, mert méltó ő, hogy minden dicsőséget erről a helyről vegyen. Mert jó az Úr, és örökké van az ő kegyelme. Hiszem, hogy mai napon is az Úr áldást tartogatott mindannyiunk számára. És az a kérésem az Úrhoz, hogy adja meg az Isten mindenki számára azt, amire a legnagyobb szükséged van ma. De ahhoz egy kérésem is van hozzátok, hogy most ezt abban is lendítsük előbbre, hogy a mellettünk levő személyeket megáldjuk. Úgyhogy mielőtt hamar sietnél köszönni, kicsit gondolkozz, hogy mi az, ami a legnagyobb áldás lenne most a melletted levőnek, és mielőtt szólnál, egy kicsit úgy gondolkozz, hogy hát, hogyha egy nagy proféta szellem rád száll, és egy csodálatos gyógyulást, kijelentést, áldást tud szólni. Azt mondja a Biblia, az áldás, hol van? Az ember szájában. Azért van a szánk, hogy áldás jöjjön ki, és nem más. Úgyhogy kérlek, hogy mielőtt helyet foglalnátok, áldjátok meg egymást. Tiszta szívvel, jót kívánjatok, áldást, és Isten áldása járjon át mindannyiótokat. Jó dolog az Úrat dicsérni, és áldást mondani az Úrnak. Nagy öröm, hogy újra együtt lehetünk az Úr jelenlétében. Bízom abban, hogy már sokatokat megérintett a Szent Szellem, és még a hiddel, hogy tartogat Isten jót a számunkra. Mielőtt az Isten igének a hirdetésére térnénk, hadd engedjétek meg, hogy reklámozok egy-két jó könyvet. Joel Osteennek van egy nagyszerű könyve. Örülj minden napnak! Ajánlom a figyelmetekbe ezt a könyvet. Higgyétek el, érdemes, hogy örülj minden napnak. Mert ha ezt megtanulod, és igazából ez a döntésedtől is függ ez. Ne engedd senkinek, hogy tönkre tegye a napodat. Egy másik könyv viszont ez a házasoknak. Most nézem, hogy nagyon régen volt házas alkalom. Mikor volt házas összejöttelen? Tavasszal. Nem csak tavaszi csirke van, van ősz is. Szerintem ősszel is kellene egyet. Majd akkor már átgondoljuk, hogy mikorra férne be egy. Egy nagyon jó, egy új könyvet tartok a kezembe, de az írója ismerős. Ugyanaz a személy írta, aki az Öt szeretett nyelvű című könyvet is írta. Végre egy nyelvet beszélünk. Hát ha ezt elérted a házastársaddal, már előtt az Istennek az országa. Óriási lehet ez. Kíváncsi vagyok nagyon erre a könyvre, nem, én most látom először, de adjad biztos, az egyik legnagyobb csapás, úgy gondolom, az életben, hogy a bűnbeeséskor az a csodálatos kommunikáció, ami képessége megvolt az embernek, azt elvesztette. Hát Istennel is képzétek el, minden nap kommunikált. Most jó, az állatokkal is kommunikált, mondod, az nem olyan nagy dolog, de az is nagy dolog, hogy ma pedig két ember, aki szereti egymást, alig bír kommunikálni egymással. És sokszor úgy érezzük, hogy a kedves házastársunk törökül beszél, mi meg kínaiul. Se nem értjük, se nem értenek. És az is, ez még a kisebb baj. A baj az, amikor kiderül, hogy 5-10 év múlva derül ki, hogy mit is akartál mondani, és 5-10 év múlva jön rá az ember, hogy mit is mondtak neki. Van olyan dolog, amit akkor jön rá az ember, hogy mit mondtak neki, amikor akkor a gyermeke lesz, mint te vagy most. Sok mindent akkor értünk meg. Az az én látásom, hogy van, amit nehezebben értünk meg. De azért kell olvasni, hogy kicsi ragadjon ránk. Reméljük, hogy ez is segít. De majd gondolkodunk egy jó házas alkalmon is őszére.
Nagyon nagy öröm a számomra, hogy köszönhetünk azokat, akik először vagytok, látok némelyeket, akik először vagytok közöttünk. Isten hozott benneteket, jól tettétek, hogy eljöttetek, és kívánom, hogy az Isten áldása szálljon rátok, akik pedig a nyári vakációból tértetek vissza. Ti is nagyon jól tettétek, és hiszem, hogy az Úr megújít mindannyiunkat. Néha ki kell pihenni a vakációt is, és általában, különösen, ha jó messze mentél, mondjuk Olaszország, vagy ilyesmi, hát gondolkodom is, hogy mekkora szabadságra kéne menjen az ember 2000 kilométerre, hogy a hazafele út ne nullázza le azt, amit ott összegyűjtöttél. De nem egyszerű. De talán majd az Úr megáld olyan szinten, hogy repülővel tudjunk utazni, és akkor ez nem történik meg, mert hát akik olaszból jöztök, azt tudjátok, hogy olyan 1500-2000 kilométer, óriási dolog, nagy élmény, 40 fokba vezetni autópályán órákon át, és még az autóknak is nagy megpróbáltatás, de az utasoknak még nagyobb. Úgyhogy jó, hogy hazajöttetek, látjátok, kitűnő idő van, még itt a klíma is megy, és a melegítés egyszerre is, úgyhogy nagyon nagy szeretettel köszöntelek, és szeretném köszönteni a körünkben kedves barátomat, Hajdú Sándor pásztort és kedves feleségét, aki itt van közöttünk. Mai napon ő megoszt egy csodálatos üzenetet velünk, úgyhogy szeretném átadni a mikrofont Sándor. Nem akarom megfosztani a gyülekezetet, amit az Úr a szíveden helyezett. Kérlek, mondd el nekünk, Isten áldja meg. Halleluja! Köszönöm, Sándor, és hát nagy örömmel jöttem. Be kell vallanom, március 15-én voltam utoljára, ez szégyen az én számomra is, meg hát gondolom, hogy beírták az indexembe is, de az az igazság, hogy arra jöttem rá, hogy jó sűrűn is Erdélybe jönni, nagyon jó élményeket kap az ember, de amikor egy kicsit így kimarad, akkor meg már valóságos honvágyam van az embernek, de tényleg. De én azt éreztem, hogy tegnapi nap voltam kint egy olyan helyen, ahol talán még életetekben ti se jártatok, bár lehet, hogy van köztetek, aki járt, Gyimeseken túl, Moldvában, Kóstelek nevű településen, és teljesen, tehát akkor jön el az ember, amikor ott abba a világba belecsöppen, hogy mi is Erdély, és mi is az, ami ott megvan, és a mi életünk. Én egy vidéki ember vagyok, tehát én vidéken nőttem föl, vidéki falusi gyerek, így is mondhatnám, nem városi emberként, de mégis azt érzem sokszor, amikor kijövök, hogy olyan dolgokat találok meg, ami már nálunk eltűnt még a vidékről is, a faluról is, és nagyon nagy, óriási élmény volt. És az egyik ilyen hatására az egész éjszaka gondolkodtam, hogy mit beszéljek, mert Sándor mondta, hogy beszéljek. De mondom, hát én mindig úgy vagyok, mondtam többször, mint a diákon felel a tanár előtt, vagy a professzor úr előtt, vagy nem tudom, mit mondjak. Mert nekem Sándor tényleg nagyon nagy áldás az életemben. Emma is ugyanígy, de higgyétek el, hogy különleges ajándéka van. És az ember úgy érzi ilyenkor mindig, hogy nagyon nagy tisztelettel, nagyon értelmesen kéne mondani valamit, de az nincs. Mert ilyenkor aztán az ember lefagy, és arra gondol, hogy mit is mondjon, és tegnap este éjszaka vagy 6-7 üzenet ment keresztül a fejemen. Én gyakorlok, prédikátor vagyok, egy héten kétszer prédikálok, de ilyenkor mindig úgy elgondolkodik az ember, hogy mit mondjak, vagy mit nem mondjak, vagy mi az, amit szabad mondani, és mi az, amit nem szabad mondani. Ugye itt van egy nehezebb követelmény is, hogy itt élő közvetítés van, remélem én nem vagyok benne. Majd utólag, igen, kérem a lehetőséget, hogy javíthassak, pótvizsgára jövessek, ha olyat mondok. De tegnap egy nagyon érdekes dolog volt, amikor megérkeztünk, ugye csángó kicsi gyermekek, akik félig beszélik csak a magyart, nagyon érdekes arhaikus nyelven beszélnek is, és ahogy megérkeztünk Kóstelekre, hát ugye ők is zavarba voltak, de mi is zavarba voltunk, kiszálltunk az autóból, én nagyon zavarba voltam, a feleségem nem, mert ő pedagógus, tehát ő egyből kiszállt, és mondta, hogy álljatok föl, álljatok sorba, stb. Hát ő nem volt, mert neki elkezdődött az iskola, nálunk már egy hónapja lassan tart, és az a helyzet, hogy nagyon zavarba voltak ők is, és mi is, és akkor fölálltak, és köszöntek, hogy jó napot kívánok, bácsik.
Ugye Vajda Dani volt velem, mondom, hát neki szól a bácsi, nem nekem. Hát én festetem, azért vagyok ilyen ősz, tehát nem őszültem meg, csak nagyon sokat költök rá, hogy ilyen legyen a szín a hajamnak. Úgyhogy nézem melletted, és mondja, hogy te is festeted? De van itt egy-két ember, aki látom, hogy hasonló festéket használt. És mondták, hogy jó napot kívánok, bácsi. Hú, mondom, tényleg öreg vagyok most már, vagy valami megbénültem, de én belül nem érzem ezt. De aztán gyorsan látta Levente, hogy lesápadtunk, főleg én, és mondta, hogy te figyelj ide, ez ne értsd félre. A Vaszi Levente, a tanárbácsi, aki felszállott a pávának a győztese, egy híres, Magyarországon egy nagyon híres népdalénekes, és amúgy meg egy kiváló ember, és egy kiváló tanárbácsi, és mondta, hogy ne lepődj meg rajta, hogy lebácsiztak. Szóval itt a tiszteletnek ez a jele. És én tényleg nem tudtam hova tenni, és úgy éjszaka többször ez visszajött bennem, mert ott volt az egyik gyermeknek, egyik kicsin gyermeknek, fiúnak, mert ugye ott a gyermek az a fiú, és a leánykák a leánykák, ott volt a nagypapája, és azt magázta. És én utoljára gyerekkoromban, még én is, tehát én már az a generációhoz tartozom, ki a nagytatámat tegezhettem, mi jó haverok voltunk, nagyon jó vagyunk, nekem már van két unokám, beszélni még nem tudnak, próbálkoznak vele, de már tegeződünk, tehát már így rákészült, eszem ágában sem volt, hogy én magázni fogok, ő engem, vagy én őt. És mondta, és a kis gyermek odament a papájához, és magázva beszélt vele, és úgy elgondolkoztam rajta, hogy mondom, hú, milyen fajta tisztelet ez, vagy megállt ennyire az idő, vagy ennyire más világban élek én, és más világban ők, hogy el is tettem magamba, és éjszaka többször visszajött bennem, és elhatároztam, hogy röviden, ha megengeditek, egy olyan dolgot szeretnék, egy olyan dologról, a tiszteletről szeretnék beszélni, amit én köztetek tanulok, mert Magyarországon a tiszteletnek van egyfajta nimbusza, egy kimondott igazsága, de tartalma nem sok. Viszont ide, amikor kijövök, azt látom, hogy még a legbolondabbnak is, mint én, aki innen-onnan jön, vagy még egy pestinek, aki egy másmilyen világban jön, ott is megadják a tiszteletet, és én tényleg ezt tanulni szeretném, és tanulni szerettem volna. Ugye ma olyan kor van, hogy Isten értékeit, Isten alapvető értékeit ez a kor nem csak, hogy kikezdi, hanem minden szinten támadja, és minden szinten akarja semmissé tenni. A Zsoltárok könyvének a második részéhez kérlek, hogy lapozzatok, egy ígét engedjetek meg. Ugye ennek a kornak talán akkor lehet legjobban megérteni ennek a kornak a szellemét, hogyha nem a politikai, társadalmi, szociológiai, gazdasági oldalát közelítjük meg, hanem azt nézzük meg, hogy Isten igéje mit mond róla. Ez egy nagyon fontos támpont az ember életébe, mert komplex világban élünk, és mondják, hogy globális világban élünk, és mindenütt ugyanúgy kezdenek el gondolkodni az emberek, ugyanúgy kezdenek el fölfogni dolgokat, ugyanolyan reakciókat adnak, de mégis az Isten beszéde az, én azt javaslom nektek, hogy az Isten beszédét vegyétek előre. A második Zsoltárban az ige azt mondja, egy másodpercet kérek tőletek, mert én kicsit ez lelassult, ez a szerkentyű, sőt feje tetejére állt, mindjárt visszafordítom. Azt mondja az ige a második Zsoltárban, hogy közben lehet, hogy szemüveget kell tennem, ne lepő. Itt van, igen, második Zsoltárban azt mondja az ige, hogy ennek a kornak a jellemzője, amiben mi élünk, de talán minden korban jellemzője volt ez az emberiségnek, azt mondja az Isten igéje, miért dühösködnek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek. Mert a föld királyai fölkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen, és az ő fölkentje ellen, mondván szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról a köteleiket. Tehát azt mondja itt az ige, hogy szaggassuk le a bilincseiket, gondolja a föld királyai. A föld királyaira mindig azt kell gondolni, az aktuális éppen a politikai, társadalmi, gazdasági vezetést végző személyek, de emögött nem ők állnak, tulajdonképpen nem ők a saját akaratukat hajtják végre, hanem van egy szellemi erősség, a sátán és annak az angyalai, a bukott angyalok, amelyek azt akarják, hogy leszaggassák az emberek egyre inkább magukról a bilincseket. És ugye ez a terület, amiről én szeretnék beszélni, ez a 60-as évek, 50-es évek óta iszonyatos nagy kihívás alatt van, hiszen ne felejtsétek el, olyan mozgalmak kezdtek el létrejönni, olyan először a kultúra területén, a zene területén, aztán a művészet területén, aztán pedig az általános emberi felfogás területén, amely alapvetően a családi értékeket kezdi aláásni. Ugye a
punk kultúráról beszélhetnénk, a rock kultúráról beszélhetnék, mindenféle, ma már nem is tudom, hogy milyen zenei kultúrák vannak, ezek mind-mind támadják a mai napig is, erősen támadják a családot, mint intézményt, és ezen belül pedig azt is, hogy az egymást az emberek tiszteljék. Ugye én se punk nem voltam, se rocker nem voltam. Hányan voltatok itt punkok? Volt itt köztetek valaki, aki punk volt? Na úgy látom, senki, hála Istennek, az már megúsztátok. És rocker hány volt? Mert én az voltam, keménye. Te is? Ugye az alapvető dolog volt, én még elárulok neked egy nagy dolgot, hogy nem kell, én nem csak rocker voltam, én pofátlan is és szemtelen is voltam. Tehát én egy falusi szemtelen kölök voltam, olyan szemtelen voltam, mint a piaci légy, pedig nagyanyám igyekezett hozzászoktatni, nem tudom, téged szoktatott, engem szoktatott a tisztelethez, és nem vitt pszichológushoz, nem kezdte el az aurámat forgatni, nem kezdte el a karmámat befolyásolni, nem vitt el a gyermekpszichiáterhez, hogy változzak valahogy meg, nem jártam ilyen önképző körbe, egyszerűen mentünk az utcán, és a Bözsi néni jött szembe, és nem köszöntem, olyan kokit kaptam, olyan nyakas kaptam, hogy megnéztem, hogy milyen színű az oknim azonnal, mert akkorát adott. És azt is észrevettem, hogy mikor templomba ment az öreg asszony, akkor még keményebb volt mindig, akkor még keményebben fogott, és még nagyobb a sallereket adott, és előre kellett köszönni. De ahogy eljött az a kor, hogy már hiába ütött, mert nem ért el, mert gyorsabb voltam, akkor már nagyon-nagyon pofátlan ember voltam. Én nagyon szemtelen és nagyon pofátlan ember voltam. Én úgy nőttem föl, hogy senkinek semmilyen tiszteletet nem szerettem adni. És tudod, mi a drámai, hogy most vannak olyan korú gyerekeim, akik ugyanebben a cipőben járnak. És én is nevelem őket keményen, megmondom nekik, hogy ez így nem megy, nem lehet, stb. Stb. Mert miért lesz ilyenné az ember? Mert benne van a kultúrában. Benne van, pláne abban a kultúrában, amiben mi nőttünk föl, ott nem volt igazi értéke az embernek. A kelet-európai kultúrában az ember az csak egy lapátnyéllel volt azonos, vagy az, aki támasztja, vagy a lapátnyél tartotta őt, mert ugye ilyen a mai napig is. Magyarországon van egy közmunka nevű program, ismeritek ezt a programot? Itt nincsen, ugye? Nálunk olyan van, hogy akik nem mentek el nyugatra, meg nem tudtak elhelyezkedni máshol, azokat fölveszik ugyanúgy munkára, és az önkormányzatnál dolgoznak. Tehát a nagy része az abból áll, hogy így. Így a lapátnyér is így tartja. Vagy a söprűnyér, a söprűt nem szeretik, mert ezt berogyik, mert a szirokból van, de a lapátnyéret lehet tartani. Van egy ismerősöm, és mondja, hogy találkozott egy másik ismerősével, és mondja neki, hogy te úgy fáj a derekam. Ez tényleg, a lábam, ma nagyon majd leszakad, azt mondja. A kezem, a vállam. Hát mi van? Hát képzeld, de behívtak közmunkára. Ja, és mikor kezdtél? Hónap fogok. Tehát körülbelül ez a. És az embereknek, az emberekben abszolút kialakult a tiszteletlenség egymás iránt, ugye, és magunkba szívtuk a tiszteletlenséget, és azt mondja Istennek az igéje pedig, hogy nagyon erősen leszögezi az Úr, és azért nagyon érdekes a számomra, amikor erre a témával kezdtem el egy kicsit mélyebben foglalkozni, akkor kérlek benneteket a 2 Mózes könyvének a 20. részéhez lapozzatok, ami az ismert, ugye a 10 parancsolat. Nyugodj meg, nem fogom a fejedre hányni a 10 parancsolatot, mert nem az a célom. De azt mondja itt Istennek az igéje, ugye folyamatosan egészen az 5. parancsolatig fenyegetésekkel, komoly ígéretekről szól a Biblia, de igazi ígéretként az 5. parancsolatban hangzik el. Azt mondja a 12. versben, a 2. Mózes könyvének 20. részének 12. versében, azt mondja, tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, mert az Úr a te Istened áld te néked. Amen. Ez az első ígérete a zsidóknak, ami reménységet ad. Vannak zsidó barátaim, mondják, hogy az első 5-öt, azt nagyon nem is szeretik ők se, inkább rettegnek tőle, de ez az az ígéret, amikor már ugye elkezdenek egy kicsit mozgolódni, hogy hosszú élettel elégít meg bennünket az Úr. Amen. Magyar a szomszédunknak, hosszú élettel elégítsen meg az Úr. Tartalmas, boldog, hosszú élettel. Amen. Amen. Amikor az ember bírja önmagát, bírja az elméjét, bírja a gondolatát, mert mondani, szintén másik barátom mondja, hogy 94 éves a papa. Megy a faluba biciklivel föl le, csak azt nem tudja, hogy honnan indult el, meg hova megy. De 94 évesen biciklizik. Hát mondom, én már nem akarok 94 évesen így biciklizni, hogy nem tudom, hogy honnan jöttem és hova megyek. Hanem úgy elégítsen meg bennünket az Úr, hogy itt is tiszták maradjunk. Amen. Amen. Ne pelenkába kelljen járni, mint amikor kicsik voltunk, hanem az Isten áldjon meg bennünket hosszú élettel. És ennek az egyik feltétele a tisztelet. Amen. Mondd ki velem együtt ezt a szót. Tisztelet.
tisztelem. És azt mondja az Istennek az igéje erről az igazságról, hogy ezt az ember bizony legjobban a családjában tudja megtanulni. Tudsz rámend mondani? Ki tud rámend mondani? Emeld fel a kezed. Én elárulom neked, én rossz tanuló voltam. Próbáltak tiszteletre tanítani, de én nem akartam tanulni. Nem akartam megtanulni. És nagyon hosszú éveket kellett kínlódnom, míg nem megtértem, az Isten igéje elért engem, és még az egyházban is nagyon hosszú, még most is tanulom, hogy a tisztelet sokkal fontosabb érték az ember számára, mint a saját sorsa, a saját egója, a saját boldogulása, a saját karrierje, vagy mit ne mondjak, saját pályája, vagy nem tudom, mit mondjak, hogy coaching nyelven beszélek, vannak itt menedzserek esetleg, akik értik. De értsétek meg, sokkal fontosabb az ember számára, hogy az Isten beszédének adjon elsőbséget, és az Isten beszéde pedig azt mondja, tiszteld. Amen. Tiszteld. Ugye az Isten igéje, nem akarok most ilyen bibliaiskát tartani, de négy területen mondja, van ugye a családban a tiszteletet meg kell tanulni az embernek, van az államnak a tisztelet, az állami szektornak a tisztelete. Ugye ott azért bevezetnek bizonyos törvényeket, hogy nem tiszteled, akkor azért megtanítják, hogy tiszteld, elküldenek bizonyos továbbképzésre, ami bentlakásos, általában hosszú ideig szoktak bentlakni, hogy kevésbé tisztelik. Aztán pedig a harmadik pedig a gazdasági területen az embernek ezt is meg kell tanulni, és a negyedik pedig ami a legfontosabb, hogy a szellemi tisztelet. Ezért kellett megtanítani a gyermekeket is, és ezért kellett nekünk is megtanulni, meg kell tanulnunk, mert a gyülekezet sokszor olyan, mint egy család. Meg kell tanulnunk a tiszteletet egymás iránt. Amen. Tudsz rámen mondani? És az Isten még ennél maximalistább, mert azt mondja, nem csak külsőleg kell megadnod a tiszteletet, hanem a szíveknek és a veséknek a vizsgálója. Amen. Mert hiába mész oda valaki, ezek itt annyira ki nem állsz, hogy legszívesebben meg se parittyáznád messziről, amikor bejön a gyülekezetbe azon az ajtón, te kimennél azon az ajtón, vagy ha ő föláll a színpadra, te kirohannál a kamion mögé, hogy megnéz, hogy leengedette a kereke vagy sem. De azt mondja a Biblia, hogy még ezt szívből kell tenned, és oda kell menned, és az Isten beszédének elsőbséget adni, hogy megtanulítson téged Isten, és megtanuld azt, hogy az Isten beszéde fontosabb az ember személyiségénél. És azt mondja az Isten igéje itt, hogy nem csak a kultúránkban, hanem nagyon sokszor lehet észrevenni, hogy az Isten igéjének a tekintélyét kétségbe vonják, és nem csak, hogy kétségbe vonják, hát hiszen az 1 Mózes könyvének a harmadik részének az első versében már azt mondja a sátán, ahogy megkísérti Évát és Ádámot, hogy valóban azt mondta Isten, valóban úgy kell azt értelmezni, és a keresztények is ugyanígy gondol, valóban úgy kell ezt, hogy kell ezt értelmezni? Számtalan jönnek hozzám én olyan, mondjuk, nem mondom azt a szót, hogy huncut, de én rafinált közegben rafinált emberek között szolgálok, és ők nagyon okosan szokták a dolgokat megközelíteni. Tudják, hogyha szemtől szembe jönnének, akkor azonnal megkapnák, ezért nagyon finoman oldalazva, elegánsan próbálnak mindig arra választ kapni, amit kérdeznek, tehát hogy mindig úgy azt mondjam, amit ők hallani akarnak. Amen. De a székelyeket se kell erre nagyon megtanítani, tudják ők is. Így van? Én nekem mindig Magyarországon azt mondják, a székelyeket mindenhez is értenek. Mindig ezt mondják. Hát mondjuk, mindenhez? Es. Bocsánat. Mindenhez es. Es. Igen, az es, nem is. Es. Látod, van mit még tanulnom. És az a helyzet, hogy az embernek őszintén a valóság tartalmát az Isten beszédének kell megismerni, és az embernek őszintének kell lenni az Istenhez, de közöttetek ez nincs gond, mert még, itt még én is őszinte tudok lenni, pedig mondom, hogy rafinált világban élünk. És azt mondja itt az Istennek az igéje, azt állítja, hogy ne tekerd, ne csűrd, ne csavard, hanem pontosan a szívedben, a lelkedben ad Isten kijelentést, hogy mit akar akkor, amikor azt mondja, hogy békülj meg a családoddal, a feleségeddel, békülj meg az embertársaddal, tiszteld a te atyádat, tiszteld a te barátaidat, ismerőseidet, tiszteld, most csúnyát mondok, a főnöködet, munkahelyen a főnöködet is tiszteld, így van? Anyósodnak is add meg a kötelező tiszteletet, ne csak akkor, amikor a sírjára a virágot viszed, mert akkor általában akkora koszorút szoktak vinni, hogy ihaj. De azt mondja Istennek az igéje, hogy add meg a tiszteletet. Amen. És akkor azt mondja az Isten beszéde, előre jutsz. Amen. És egy nagyon fontos dolgot még hagy szögezzek le. Ugye nagyon sokszor szeretünk a sikerről, az áldásról, a győzelmekről,
elmélkedni, hogy mi választ el bennünket a teljes győzelemtől, a sikertől, az anyagi áttöréstől, a boldogságtól, a családi, családban a gyerekekkel való harmonikus kapcsolattól. És nagyon sokszor nem értjük meg, hogy az Isten az áldást hogyan közvetíti. Az Isten az áldást nem személyesen közvetíti soha, nem megy oda, hogy téged megáldjon. Nem megy oda, hogy téged megáldjon. Amen. Hanem azt mondja a 133. Zsoltárhoz, kérlek, hogy lapozzatok. Ez számomra egy alapigazság volt, de sokat kellett ezt megtanulnom. Mivel megértettem, és igazán például anyagi területen is kezdtem áldott lenni. Még fér, tehát nincs gond. De kezdtem áldott lenni, és amikor ezt megértettem, olyan áttörések jöttek az anyagi életembe, de nem csak az anyagi életembe, a házasságomba, a gyerekeimmel való kapcsolatban, amit a mai napig is ima téma, hogy az Úr tanítsa meg őket is erre, mert én, mint apjuk, nem biztos, hogy meg tudom őket erre tanítani, hiszen nagy gyerekeid vannak, akkor már nem lehet őket nyakon vágni, hogy ezt tanuld meg, hanem valahogy rá kell vezetni. És a 133. Zsoltárban van egy nagyon nagy kijelentés erről. Nézzétek meg, kérlek, velem együtt, és hogyha rosszul mondom, akkor majd Sándor kijavít, de nagyon egyszerű igazság, amit azt mondja, három mondatból áll, azt mondja. A grádicsok éneke Dávidtól. Ímé mi jó és mi gyönyörűséges, mikor együtt lakoznak az atyafiak. Olvasd velem együtt. Ímé mi jó és mi gyönyörűséges, mikor együtt lakoznak az atyafiak. Ez mire vonatkozik? Együtt vannak az atyafiak. Amen. Egy szellemben figyelnek az igére, odafigyelnek, kinyitják a szívüket, kinyitják az elméjüket, félreteszik a gondjaikat, és együtt lakoznak. És azt mondja a Biblia, ekkor, mint a drága olaj a fejen, amely aláfolyik a szakállon, az Áron szakállán, mely lefolyik a köntöse prémére, mert mint a Hermon harmatja, amely leszáll Sion hegyeire, csak odaküld áldást az Úr, és életet örökké. Amen. Azt mondja a Biblia, mint drága olaj lefolyik, Amen. Soha nem úgy jön az Isten áldás, hogy oda megy hozzád az Isten áldása, hanem valahonnan folyik. Amen. Mutasd föl, valahonnan folyik. Én ezt így tanultam meg. Mindig, amikor elkezdtem agyalni, hogy hogy kéne valamit megtennem, meg hogy kéne sikeresnek lennem, meg hogy kéne előjutni, akkor mindig ezt magamba kellett realizálnom, hogy folyik az áldás. Amen. Az olyan, mint az olaj, mint a sűrű olaj. Láttatok már sűrű olajat? Hát a férfiak láttak, hogy amikor tölteni kell a motorban, mert 400 ezer van benne, akkor igen sűrű olajat kell beletölteni, akkor már nem elég a tízes, amely komolyabbat kell venni, még komolyabbat az egyik haveromnak tönkre, tehát ilyen olyan motorja volt, hogy annyit evett benzinből, mint olajból, és a szerelő mondta, öntsünk bele szurkot. Hát ha az nem folyik ki, meg nem eszi meg. Mert már annyira ideges volt, hogy már mindenféle csodaadalék, tehát már az a csodaadalék, amely újonnan teremti az autót, kívül belül Mercedes lesz, vagy nem tudom, mi lesz belőle, már olyat is beletett, de mégis fogyasztotta az olajat. Az Isten beszéd azt mondja, hogy a sűrű olaj, amely folyik. Amen. Ennek az a tulajdonsága, hogy nem híg, tehát nem gyorsan folyik, hanem idő kell hozzá, hogy lefolyjon. Tudsz rá amen mondani? Amen. Na most gondolj bele, nem úgy volt, amikor fölkenték a főpapot, Áront, hogy fogták, fölhígították, gyorsan legyünk túl rajta, leszaladt az egész rajta, hanem az sűrű olaj szép lassan beterített mindent. Ugye ez a főpapi fölkenésnek a képe, ahogy az Ószövetségben fölkenés. Sűrű olaj szép lassan folyt. Először honnan folyt? A fejről, Krisztusról. Amen. És hova folyt? A szakárra. Így van, element, akiknek volt szakálluk, nálunk azt mondják a falun a hídgyülekezetések, a szektársoknak van szakálluk, annak mindig szakálluk van, mert a főnökük is szakállas. Amelyik szakállas, az ahhoz tartozik. És jött egy hölgy, és mondja, éppen nem borotválkoztam, ellopták a zongorát, rajta volt a borotva, na mindegy. És az volt a helyzet, hogy mondtam, hogy de mennyire hülyeséget találják ki az emberek, tehát azt hiszik, hogy a szakáll az egy olyan divat. Folyt le a szakállon, majd végig idő kellett hozzá, hogy beterítse az egész ember. Nem is kevés olaj, nem osztották be, hogy na, ez a deci ezt beteríti, hanem bőven öntötték, és lefolyt végig. Így folyik le az ember életébe az áldás. Amen. Na de ha te mondjuk nem fej vagy, bár ezt nem is kétségtelen, hogy minden férfi fej otthon, emeljék fel a férfiakat, óvatosan azért vigyázzatok, hogy kiül mellettetek, meg videófelvétel készül, nem nagyon emelgesd a kezed, hogy finoman így, óvatosan emeld fel, hogy itt vagyok, emeld fel a kezed, a fej vagy, amen.
Honnan jön az áldás végig? A fejről. Amen. A szakállon át lefolyik a köntöse prémjéig. Egészen. Amen. Ha a tiszteletet nem tanulod meg, akkor nem várod ki, hogy ez a lassú olaj, az a szépen lassan folyó olaj eljusson hozzád, hanem te ugrálsz, ki mondjuk kisúj vagy, és egyből ide akarod tenni a kezedet, hogy ide. Aztán mondjuk a mutatói vagy, meg ilyen új vagy, akkor meg így csinálod, hogy ilyen vagy. Így van. De a Biblia azt mondja, hogy ne légy szamár, ne légy bolond, várd meg, míg lefolyik. Amen. És nagyon sokszor jönnek az emberek, és azt hiszik, hogy bejönnek a gyülekezetbe, halleluja, dicsőség az a praise the Lord, megtanulok 3-4 szakrális kifejezést, wonderful, beautiful, halleluja, töltsd be, Szentlélek, buff, kész, és holnap kimegyek, és én leszek Románia leggazdagabb, vagy Magyarország leggazdagabb embere. Pedig a Magyarországon is a leggazdagabb ember elmondta, hogy jó szerencse kell, meg szorgalom. Ennyi. Én azóta nem is kételkedek egy percig se semmiben. Jó szerencse kell, tehát bányásznak kell lenni, hogy jó szerencsés legyen, és szorgalom. Hát véletlenül a viccet. Ez irónia volt, mert ugye ezt egy bizonyos vállalkozó mondta, aki gázszerelőként nagyon sikeres lett Magyarországon. Olyan sikeres, hogy a Bill Gatesnek sincs biztos annyi tehetsége, mint neki. De neki szerencséje is volt, a Bill Gatesnek meg nem. Hát ő csak ennyit tudott. Így járt. De azt mondja Isten igéje, azt mondja, hogy várd meg. És a tiszteletben benne van az, hogy kivárom, amíg megáld engem az Úr a helyemen, maradok. Amen. És nem kiabálok kistábújként, hogy bár én lennék a fej, hamarabb áldott lettem volna. Így van. Nem kiabálom körömként, hogy én vagyok a fontosabb, mint a fej, hanem megvárom, míg beterít, mert az Isten beszéde azt mondja, így jön az ember életére az áldás. Ez pontosan azt mutatja, hogy a tiszteletnek időt kell adni, a tiszteletnek ott kell lenni, türelmesnek kell lenni, hogy téged is elérjen az áldás. Amen. A gyülekezetben folyik az Istennek az olaja, tudsz rá amen mondani? Nem fizikálisan, tehát félre ne értsétek, ne hozzatok jövő héten edényt, hogy vigyetek haza egy kis olajat, mert van olyan gyülekezet, én is ismerek, ahol hordják az edényt, és várják, hogy majd mikor jön az olaj, hogy otthon legyen mivel sütni, főzni. De azt mondja Istennek az igéje, hogy várd meg, amíg az Isten beszéde rád fogja ezt az áldást helyezni. Amen. Minden is összejövetelen, az Úr önti az ő olaját. Amen. Hát van, amikor csak a fülig jut el, van, amikor befolyik a fülbe egy csomó, hogy jó halljanak, befolyik a szájba, hogy ne tudjanak szólni, hanem végig kell, hogy folyjon az ember életébe és a sorsába. Ugyanígy az anyagi életben, én ugyanezt tapasztaltam meg, nagyon szegény emberként, sok gyerekkel, én igazi mesebeli szegény ember voltam, 8 gyerekkel, és akkor még nem volt 8, csak mennyi volt? 4. És a feleségem meg mondtam, ne vegyél ezt, ne vegyél azt, ne vegyél amazt, mert nem volt miből venni, csak a 4 gyerek volt. És mondtam, ne vegyél öblögetőt, jó az a víz is, amivel kiöblögeted, ne vegyél, mondom, ezt, azt, hanem, tehát megpróbáltuk beosztani a pénzt, mert hát ugye én hittem Isten áldásába, ő is hitt bennem, de közben még az olaj nem gyorsult föl, tehát nem igyekezett még jobban megáldani. És nem mondtam, na ennyit erről a bibliai hitről, fejezzük be Kenneth Hagin-estől, mindenestől, menjünk valamit, találjunk ki, és csináljunk valamit, hogy igazán áldottak legyünk. Az idő előtt elvett áldás, barátaim, azt mondja a Biblia, nem hoz áldást, hanem mit hoz? Átkot. És aztán nem tartott a tisztelet pont az, hogy kivárom, amíg engem is Isten megáld. Nem rohanok előre, nem szaladok előre, hanem kivárom, amíg engem megáld. Amen. Tudsz rá amen mondani? Nem olvasott, hogy Zákeus elment volna Jeruzsálembe, és ott mászott volna föl a fára, hanem megvárta, míg Jézus az ő városába megy, az ő által ismert fára mászott föl, otthon érezte magát, tudták róla a városba, hogy kicsoda, és ott szólt nagyot Jézus neki, hogy nálad fogok vacsorázni, gyere le! Amen! Mert ha Jeruzsálemben mászott volna a fára, akkor mit csináltak volna? Leszették volna. Így van? Jó, megverték volna, vagy bevitték volna mondjuk bolondok házába, de Zákeust ismerték a saját közegében, tudták, hogy egy kicsoda ő, micsoda tekintélye van, mert egy adószedő volt, mennyire rühelték a zsidók egyébként, és hogy meg se lepődtek rajta, ez a bolond a fára mászik, és onnan kiabál. Amen! Várd meg, míg az Isten áldása elér hozzád! Tudsz rámen mondani? Ehhez pedig a tekintélyt, az Isten tiszteletét kell az embernek megtanulnia tisztelni. Amen! Ezt pedig én elmondom nektek, hogy ha otthon nem tanultad meg, a legjobb hely, ahol ezt megtanulhatod, az Isten népe között van. Nézd a szomszédodra, és mondjad, na, itt tiszteletet tanulhatsz. Amen.
Ne azt mondd neki, hogy tiszteletet tanulsz, hanem tanulhatsz. Ha megtanulod a leckét. Amen. Amen. A Biblia azt mondja, Isten igéje azt állítja, hogy csak így. Hát nézd meg, itt mondod, azt mondja, hogy mikor együtt lakoznak az atyafiak, mint drága olaj a fejemen aláfolyik, az Áron szakállán majd lefolyik a köntöse prémére, mint a Hermond harmatja, amely leszáll a Sion hegyeire, csak oda küld az áldást az Úr, és életet örökké. Csak oda. Ahol megvan az, az ékes rend, hogy az emberek tisztelik egymást, imádkoznak egymásért, támogatják egymást. Tudsz rámen mondani? Kérdezd meg a szomszéd, hogy van valami fontos, amiért tudnék imádkozni az életedben? Kérdezd meg tőle most. Mondd meg, hogy utána itt megbeszéljük kívül. Nem most kezd el, hogy na hát akkor lenne. Írod? Jegyzed? Hanem várd meg, legalább egy fontos dolog. Amikor a tiszteletnek egyik kifejezés az is, hogy nem csak a fölötted levőt tiszteled, hanem a melletted állót és az alattad levőt is. Amen. Amen. Amíg alul vagy, addig nincs olyan nagy jelentősége, mert te vagy a legkisebb. A tápláléklánc alján te ülsz, és folyik rád az olaj, brek, vagy jön olaj, vagy nem jön. Amikor följebb kerülsz, akkor rá fogsz jönni, hogy mennyire fontos vagy Isten számára, mert rajtad keresztül áld meg másokat. Te neked a szakálladon ott az olaj, mondod, jaj, de jó, milyen áldott vagyok, és abból csurran cseppen annak, aki lentebb van, aki mögötted van, aki hátrébb van. Téged Isten így használ. Amen. 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 És azt mondja a Biblia, Isten igéje azt mondja, csak oda küld. Ez ki is jelenti, csak oda. Nagyon kevésszer használja a csak kifejezést, és a héberben is meg lehet nézni, hogy kizárólagosságot jelent, csak ide küld az Úr leállást. Amen. Ahol megvan ez a fajta gondolkodás, megvan ez a fajta látás, megvan ennek a látásnak az alkalmazása is, és nem erőszakkal tanulják meg ezt az emberek, mert ugye lehet megtanítani az embereket erőszakkal, tiszteletre, a mai pedagógia erőszakkal akarja őket tiszteletre tanítani, pedig nem lehet az embereket. Az embereket mintaadással lehet tanítani, hogyha én rajtam látják, hogy én tisztelem az előjárómat, a főnökömet, a gazdasági sikereimnek a kovácsát, és a gyerekeim ezt hallják tőlem, akkor ezt eltanulják, ezt a jó mentalitást. De ha te állandóan azzal mész haza, hogy ilyen főnök, olyan főnök, így úgy, ne is mondjam, hogy szokták szidni a főnököt, akkor nem tudnak előre jutni ők sem, mert azt az atyai magatartást tanulják meg. Nekem például ebből volt nagyon nehéz megszabadulni, hogy az előjáróimat, a főnökeimet tiszteljem, mert én mindig azt hittem, hogy én sokkal jobban tudnám csinálni. Vállalkozó vagyok, én nem vállalkozóként dolgozom, és most megtanultam, hogy mennyire kutyaütő voltam ezen a területen, mert nekem is vannak most már alkalmazottaim. És az alkalmazottaktól elvárnám a tiszteletet, hogy főnök úr, így úgy, de azok olyan huncutok, mint ahogy én voltam. Erre csúsznak, arra csúsznak, amarra csúsznak. Úgy csinálnak, mintha minden rendben lenne. És kérdeztem az urat, mondom, miért nem tudsz nekem valami olyanokat adni, kérdeztem az urat, akik valahogy egy kicsit jobbak ezen a területen. Nem mondom, hogy dilók, mert azok egyébként, de mondom, nem akarok mondani, nem bántani akarom őket, nem flúgosok, mondom. De miért nem jut nekem? És az Isten humorosan válaszolt, mert te is ilyen voltál. Huncut, csirkefogó, csibész. És hosszú-hosszú évek kellettek a gyülekezetben, mire megtanultam. Mert ugye ma gyors észjárású emberek vannak, nagyon-nagyon hamar tanulnak, nagyon hamar megtanulják, hogy ott egy rés, hogy kell befúrkodni, ott egy piaci rés, hogy kell oda betörni, ott egy másik piaci rés, oda hogy lehet befolyni. De hát a gyülekezetben ez nem megy, a családban ez nem megy. Azt mondja a Biblia, ott meg kell tanulnod, hogy a tisztelet az, ami működik. Amen. És azt közben félszemmel figyelem, hogy nem vagyok hosszú, nem nyújtom túl hosszúra a rétes tésztát. Add meg ide a szemüvegem, mert azért nem tudom, hogy hol tartok a jegyzetben, mert nem látom, úgyhogy. Könnyebb így. De megtanultam, az éjszaka bebifláztam. Csak fél órát töltem most is a fejem dicséret közben, hogy miről beszéljek. De azt mondja Istennek az igéje, hogy például, hagyd mutassak erre egy nagyon jó példát, Máté 15.21-hez kérlek, hogy lapozzatok. Máté 15.21, számomra ez egy nagyon-nagyon jó mentalitás, egy iszonyatosan jó kijelentés. Nem is keresem ki, hanem hogyha kivetítenétek, vagy vetítsük? Jó. Elmenvén onnét Jézus Tírus és Szidon vidékeire tért.
És ímé egy kananeus asszony jövé abból a tartományból, kiáltva a néki, Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam, az én leányom az ördögtől gonoszul gyötörtettetik. Ő pedig egy szót sem felelt neki, és az ő tanítványai hozzám menvén kérik vala őt, mondván, küld el őt, mert utánunk kiabál. Ő pedig felelni néki, mondja, nem küldettem csak az Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérvén leborult előtte, és mondván, Uram, légy segítségül nékem. Ő pedig felelvén mondva, nem jó a fiak kenyerét elvenni és az ebeknek adni. Az pedig felelt neki, úgy van, Uram, de hiszen az ebek is esznek a morzsalékokból, amik az ő uruk asztaláról hullanak alá. Amen. Tudsz rá amen mondani? Érted a tanulságát? Ugye az akkori kor viszonyai szerint talán olyan etnikai feszültség lehetett, amit nagyon nehezen tudnék úgy beazonosítani, mert a magyar és a cigány, vagy a magyar és a román, ez nem ilyen fajta feszültség volt. Ez egy vallási alapú, iszonyatos feszültség volt a kananeusok és a zsidók között. És Jézus nem udvariaskodott. Nekem ezt tetszik a legjobban, ezeket nem udvariaskodott, hogy figyelj ide, én, hát hidd el nekem, ne haragudj, bocsáss meg, sorry, I'm sorry, nem tudok segíteni, bocsáss meg, ne haragudj, minden csodálatos, menj el, imádkozz, talán majd valamit, hanem egyszerűen megmondta, hogy nem jó a fiak kenyerét az ebeknek adni. Amen. És azt mondja mégis ez az asszony, leborult, tiszteletét adta az Úrnak, leborult elé, tisztelte az Istent, és azt mondta, úgy van, Uram. Nem azt mondta, hogy Uram, itt ez a boríték, nem lehetne valahogy megoldani? Itt van ez a kis drága nárdus olaj, tudod, Máriának is, neked is. Hanem leborult, és azt mondta, úgy van, egyetértek. De az ebek, azaz mi, az ebek is jól lakunk, kapunk a morzsalékból. Kapunk a kutyáknak, kapunk egy keveset az asztalról, ami lehullik. És nagyon fontos meglátni ebben a történetben is, hogy a siker titka mi volt? Az áttörés titka mi volt? A tisztelet. A tisztelet. Még akkor is, ha minden körülmény azt diktálja, hogy vágd orba, hülyézd le, mondd neki azt, hogy na húzzál innen, neked nincs igazad, akkor is te a tiszteletet bizonyítsd. A tiszteletet add meg annak az embernek, és ebben az esetben ugye Jézusnak, ez egy nagyon komoly feszültségforrás lehetett volna, de nem csinált belőle ügyet az asszony, azt mondta, úgy van, Uram, mert fontosabb volt, hogy megértse, a célját elérje, hogy a lánya meggyógyuljon. Amen. 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 Én voltam nagyon beteg. Nagyon-nagyon beteg. És oda mentem az orvoshoz, és kérdeztem tőle, az első buta kérdésem volt, hogy mennyit fizessek azért, hogy életben maradjak. Azt mondta az orvos kapásból, hogy ez nem rajtam múlik. Nincs olyan vastag boríték, hogy magát én 100%-ban meg tudjam menteni. Mondom, doktor úr, korlátlanok a lehetőségeim. Mondom, a kölcsön kérek, vagy valami, nem tudom, mi lesz. Tényleg ezt mondtam neki, és ez egy idős, morózus professzor volt, és azt mondta, hogy nem ér semmit a pénze. Még az én tudásom sem. Azt mondja, ha jól gondolkodik, és jól fogja fel az életet, akkor megúszza, ha nem, akkor bármennyi pénzt hagy itt, én csak gazdagabb leszek. Meg időm sincs elkölteni. Hát ez az ember 0-24-ben ilyen műtős ruhába jár. Most először, amikor találkoztunk, elmondom neked, jön egy ekkora kicsi ember, idős, tehát szemöldöke összenőve, úgy nézett rá mindenkire, hogy mindenki elfordította a tekintetét, azonnal elfordultak, és úgy jött, hogy ilyen zöld ruha, a papucsa tiszta vér, mert a műtőből jött, az a maszk, ami a nyakán volt, így lecsúszva, az is tiszta vér, te jó, mondd, ez vámpír, vagy micsoda, ez fog engem, oh, Isten őrész. Fölhívtam a barátom, aki ödökült, biztos, nincs más, akkor menjünk hozzá. És azt mondta, ha jól gondolkozik, ő nem mondta, hogy imádkozzak, nem mondta, hogy forduljak az Istenhez, ha jól gondolkodik, megúszza. És én megértettem, hogy nem segít az emberen semmi más, csak az, hogyha van bizalom. A bizalomnak pedig, és a sikernek az egyik nagy-nagy titka, ha tisztelettel fordulsz afelé, a személy felé, akitől áldást szeretnél nyerni. Tudsz rá ment mondani? Ezért nagyon fontos, ugye mondtam neked a 133. Zsoltár,
Itt lehet megtanulni a tiszteletet, mert ha a gyülekezetben megtanulod egymásnak a tiszteletét, a fölötted állóknak a tiszteletét, és nagyon nehéz ezt ma kimondani, mert nem akarok a Sándor mellett pálcát törni, meg nem akarok semmilyen vitába belekeveredni, de értsétek meg, ha nem tisztelitek a szolgálókat, nem tisztelitek azokat az embereket, akik Isten igéjét közvetítik felénk, ezt nekem is meg kellett a bőrömön tanulni, akkor nincs áldás. Vagy csak kevés. Vagy csak kevés. Néha csúrna egy kicsit, csöpp! És utána hosszú ideig semmi. Na de imádkozol, hogy Uram, öntsd nyakon a pásztort ma is, hogy olyan prédikációt mondja, hogy ömöljön ki az olaj, vagy adj neki akkora kenetet, hogy borítsa kifele az olajat mindenhonnan, ahol látja, akkor jó összejövetel lesz. Ha imádkozol, hogy a dicséretbe szolgálók ne úgy álljanak fönt, hogy halleluja, 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 nyomd el még egyszer, jó, halleluja, ennyit, sziasztok. Hanem Isten félelemmel, tehát nálatok ez nincs soha, de nálunk van olyan, amely kiáll olyan flegmá, hogy mondtam neki legközelebb valami koncerten lépjél föl, mert nincs rá szükség itt közöttünk. De amikor tűzzel szolgálnak felétek, akkor imádkozzatok, amikor mondjátok, halleluja, de jól csináltátok, menj oda hozzá és mondd meg, de jó voltál. Amen. Volt két hamis hangod, de amúgy jó voltál. Mert te lehet, hogy profi vagy, és azt mondod, volt két hamis hang, hol? Az elején meg a végén, de a többiről ne is beszéljük. De a Biblia azt mondja, légy hálás, és a tiszteletet fejez ki ezek felé az emberek iránt. Amen. Tanítottam egyszer erről, és akkor oda ment az egyik énekeshez egy hölgy, aki nagyon szeretett volna énekelni, azt mondja, megáldalak testvérnő. Azt tudta, hogy a iriglő helyét elviszlek énektanárhoz. Azt mondta, hogy sok gyerekes anyuka, hittantanár, de elviszi énektanárhoz. És mondta, kérdezte tőle, hogy most mit mondjon erre? Mondta, köszönd meg néki, hogy vele együtt mondom eljársz, mert neki szüksége lenne rá. De a Biblia arra tanít bennünket, hogy egymást tiszteljük. Amen! És nagyon fontos dolgot még hagyd szögezzek le, csak a végén egy mondat erejéig, amit tényleg nem akarom már húzni az időt, de azt mondja a Biblia, hogy az Efézus 6-ban, ugye mondtam nektek, hogy reménységet ígér az Úr ebben az igében, Efézus 6.1-hez kérlek, hogy vetítsétek ki, vagy én is odalapozok, nem, mert most már itt van a szemüvegem. Azt mondja az ige, Efézus levél 1, nem, 6. rész. Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban, mert igaz, vagy jó dolog ez, vagy igaz dolog ez. Tiszteljed a te atyádat és a te anyádat, ami az első parancsolattal ígéretével, hogy jól legyen neked dolgod, és hosszú életű légy e földön. Amen. Tehát miért mondja ezt a Biblia? Azt mondja, ha megteszed, tiszteled, a tiszteletet megadod. Ugye nagy kérdés sokszor, hogy most mi a tisztelet a szülők iránt, mi a tisztelet a felmenőid irány, stb. Ez mindenkinek egyénire van lemondva, én ebben nem szeretnék tanácsot adni, mert nem ismerem a helyzetedet. Például nekem, én nagyon sokszor ilyen kedvességeket teszek a szüleimmel, mert tudom, hogy az édesapám szereti az édességet, szereti a finom dolgokat, és akkor viszek neki ezt, azt, amazt, vagy például nagy kerékpáros, viszek neki egy biciklit, veszek neki, vagy valami hasonló. Tehát én tudom, hogy az én életemben mi működik. De a Biblia azt mondja, hosszú élettel elég életű légy a földön. Amen. Hosszú életű. És a hosszú életben benne van az egészség, benne van a siker, benne van az anyagi boldogulás, az ellátás, benne van az, hogy Isten téged megáld, hogy boldognak lássad a gyermekeid. A 128. Zsoltár azt mondja, hogy mind boldog az, aki féli az Urat. Amen. És az Isten félelmet, barátaim, nem csak szavakkal, tettekkel, gondolkodással, Isten beszédének az előre engedésével tudjuk az életünkbe behívni, behozni. Mondom, ez a világ elmúlik, ennek az értékrendje is. Nagyon gyorsan változik a politika, a társadalom, az a közeg, amiben élünk, de az Isten beszéde örökké megmarad. Amen. És az Isten beszédének engedsz, és betöltöd ezt az igazságot, akkor mindegy, hogy milyen társadalomban élsz, mindegy, hogy milyen közegben születtél, mindegy, hogy hova születtél, palotába vagy putriba, az Isten fölemel téged. Amen. Köszönöm, hogy meghallgattatok, az Úr áldjon meg benneteket.